Ezek az úgynevezett pipiskék tipikusan a szabolcsi húsvéti hagyományhoz kötődnek. A galamb alakú kalácsokat az asszonyok a megmaradt tésztából gyúrják, majd szegfűszegből vagy borsból készítenek nekik szemet. Ehhez hasonló érdekességeket is megismerhetnek azok, akik ellátogatnak a múzeum pénteken nyílt kamara kiállítására. Ezt a tiszabüdi pászkát spirituális mondanivalóval sütik a görög katolikusok. Ezt húsvét vasárnap a szentelésre viszik. A pászka mennyisége a családok anyagi helyzetét is szimbolizálta. Minél több ételt vittek a templomba, annál módosabb volt a család. Ezen kívül kiemelhető ilyenkor a húsvéti tojás, és Kárpát-medencében híresek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hímes tojások, több technikáját, módját mutatja be maga a tárlat, és hát ugye a Beregi Múzeum is nagyon híres arról, hogy csodaszép hímes tojásokat mutat be, például az aranyporos hímes tojások, amik itt megtekinthetőek, de az egyszerű geometrikus hímes tojások is mondanivalóval bírnak. Maga a tojás is mitológiai elem, az élet szimbóluma. A Józsa András Múzeum tavaly ünnepelte fennállásának 150. évét. Ekkor jött az ötlet, hogy azokat a tárgyakat is bemutatják majd egy-egy kamaratárlaton keresztül, amelyeket eddig még nem láthatott a közönség. Ez régészeti, történeti, illetve néprajzi anyagot jelent, és ebből álmodtuk meg azt a kamarakiállítást, amelyhez a város támogatásával valósult meg az installáció, és ez a gyönyörű szép vitrinek, hogy hónapra újabb kamarai anyagot állítunk ki. Ez tavaly nagy sikerrel történt meg, és gondoltuk, hogy ezt akkor folytatjuk ebben az évben is. A kiállítás olyan használati tárgyakat is bemutat, amiket a régi időkben évente mindössze egyszer vettek elő az asszonyok. Ilyen például a pászkakendő is. Ennek egy ajak környéki változatát láthatják a vendégek a Józsa András Múzeumban.